Mintegy 100 plüss macit kapott a Kanizsai Dorottya Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztálya a Balaton-Szentgyörgyi Csillagvár Múzeumtól. A játékokat azért is adományozták el, mert a múzeumban egy új kiállítást alakítanak ki. A plüss állatoknak fontos szerepe van a gyerekek gyógyulásában. A múzeumban közel 10 évig volt egy 500 darabból álló plüssmaci gyűjtemény, amik a pincébe foglaltak helyet, és hát úgy gondoltuk, hogy szeretnénk ugye a múzeumnak a kiállítását is egy picit frissíteni, és ezek a macik se igazán voltak ott jó helyen. Ugyan nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel követték figyelemmel az emberek itt a plüssmaciknak itt az életét. Tehát mégiscsak egy pincében voltak, sajnos a pára nagyon sokat tönkretett, és ezért úgy döntöttünk, hogy ezeket a macikat szeretnénk szétosztani, és jött egy ilyen ötlet, hogy hát ezt a szétosztást is úgy szeretnénk, hogy akkor jótékony célra, és olyan gyermekeknek kiosztani, akik esetleg nem tudtak eddig a várba eljutni, vagy otthonba laknak, és nehezebben jutnak el hozzánk, akkor egy kis emléket vinni. És így jöttek a kórházak is, hogy úgy gondoltuk, hogy egy gyerekosztálynál nincs jobb helye a plüssmaciknak. Mennyit hoztatok el ide? Ide most Kanizsára közel 100 darab plüssmaci érkezett a gyűjteményből. Kerül-e még valahova? Viszünk, kerültek meg kihelyezésre, és a keszthelyi gyermekosztály már megkapta. Viszünk még csecsemő otthonba és máltai szeretetszolgálathoz is. A gyerekek számára ez nagyon nagy öröm, és hát ugye macik a gyerekek barátai, segítik a gyógyulást, és amelyiket megszelidítik maguknak, azt hazaviszik, és továbbra is az ő barátjuk marad. Emellett azt hiszem az is fontos szerepet játszik, hogy a Csillagvár szerintem a Kanizsa környéki gyerekeknek is az első ilyen várlátogatási élménye vagy a közé tartozik, és hát a Maci és a Csillagvár együtt jelenti a gyerekek számára a különlegességet és az értéket. Nagyon örülünk minden adománynak, a segítő szándék az, ami különösen ilyenkor jól esik, és amit nagyra tartunk és értékelünk. Ennyi gyermek van itt az osztályon, akiknek egy kicsit szebbé teszi a napjait ez a sok maci? 30 ágyas a gyerekosztály. Most pont olyan szezonban vagyunk, amikor sok a kórházi kezelést igénylő beteg, úgyhogy már a mai nap folyamán ennek jelentős része el kell. És aztán, ahogy új betegek érkeznek, talán a felvételi kórteremből mindjárt ide vezet majd az útjuk, és egy macit választanak maguknak. Ők olyan gyermekek, akik valamilyen betegségben szenvednek, és tartósan a kórházba kell lenni, vagy csak ilyen egy-két hétig vannak itt? A gyerekosztályon, egy általános gyerekosztályon, mint amilyen a nagykanizsai, általában rövid ideig tartózkodnak a betegek, akut kórházi kezelést igénylő betegséggel, vagy egy-egy hosszabb kivizsgálástra szoruló betegséggel, de nem két hetet ritkán meghaladó betegséggel.